Sziasztok! Nézzük meg, hogy új bizonyítékok kerültek elő a László Petra üggyel kapcsolatban. Figyeljük meg, hogy itt a nőnek az oldalán van egy ilyen gyűrődés. Oké? Erre figyeljünk fel, mert eddig ezt nem vettem észre. És ha elfordítjuk a nőnek a lábát 20 fokkal, akkor eltűnik a gyűrődés, és az inge mintha egy kicsit előrébb csúszott volna. Oké? És ha visszaforgatom, akkor megint itt van a gyűrődés, és az ing most itt a farzsebnél lóg lefelé. És figyeljük meg, hogy ha forgatom a nőt, akkor olyan, mintha az ing előre csúszna, pedig hát az ing nem csúszik előre, hanem az ing az egy helyben áll, a nőnek a csípője fordul el. Oké? Tehát a nőnek a csípője elfordul a lábával együtt, a jobb láb a forgáspont, a nőnek a lába ebben a pillanatban a körpályán távolodott. És ebben a pillanatban 120 cm-re volt már. Tehát amit mindenki úgy vélt, hogy egy utána rúgás, abban a pillanatban a nőnek a lába egyértelműen távolodott. Ez pedig itt a tangens, amikor éppen szemben van a nő velünk. Ezt a másik képen is megnézhetjük. Ez volt az a pillanat, amikor pont szemben állt a fotográfussal, ezzel az RTL-es fotóssal, akkor a lába éppen oldalt volt kitéve, a rádiusz és az érintő metszéspontja fölött. Hát akinek jó szeme van, az szerintem az még méretezés nélkül is észrevette ezt azonnal. És az a helyzet, hogy ezt a ráncot a nőnek a ruháján eddig nem vettük észre. Hát de miért nem vettük észre? Azért nem vettük észre, mert nézzük csak meg. Ez a kép, ez a Süddeutsche Zeitungból származik, 2015-ből. A szöveget rendkívül jól lehet olvasni, igaz? De maga a kép el van mosódva. Ez pedig ugyanabból az újságból 2017-ben került elő. Ugyanaz a kép, csak itt látszik a térdén a ránc a nőnek, meg az oldalán is. Ez pedig a következő, az Euronews, ő csak 360 képpontosat használtak. És ott sem látunk semmit. Tehát ilyen pocsék képekkel tették tönkre a magyar nőt. Ez pedig a Reuters, ott sem látunk ráncokat. Ez a RTL Klub szeptember 8-ai felvétel. Azt mondja, a rendőröknek akart segíteni, ez már egy későbbi időpont, amikor közzétették, de hát ez a kép, ez botrányos, nem? És ha mellé tesszük ezt a HD képet, akkor látjuk, hogy mi a különbség, nem? Ez pedig itt a ATV-k, amikor a Helsinki Bizottságot volt. Ott se látjuk a ráncokat. Itt nevezte többször is hazugnak a László Petrát a Havas Henrik, azóta se kért bocsánatot. Ugye ő is ilyen kép alapján hazugozta le többször a nőt. Itt pedig hát elkezdenek nyomozni, de hát ilyen kép alapján hiába nyomoznak. Ez alapján nem lehet nyomozni. Tehát azt látjuk, hogy az ország imázs az tönkre lett téve ilyen hamisított képekkel. Hát innen indulunk egy másodperc és 20 századtól, és azt látjuk, hogy a nő itt volt a sárga vonalnál, a lány pedig attól egy kicsit jobbra. Itt látjuk a fejét a lánynak. Na most az apának ki kellett kerülni ennek a zöldinges nőnek a könyökét, és figyelmetlenségből rávezette a László Petrára a lányt. Most már a sárga vonal másik oldalán látjuk a fejét. És itt vagyunk a kulcs momentumnál. A lánynak ebben a pillanatban látnia kellett, hogy nem fog elférni. Tehát, ha nem húzódik az apja mögé, akkor egyértelműen fel kell taszítani a László Petrát ahhoz, hogy átférjen. Tehát, jogtalan támadó. Ugyanakkor a magyar nőnek nem kötelessége félreugrani, a magyar BTK szerint, és ebben a pillanatban a nőnek egyértelműen jogos védelemben van. Hogy ezt nem ismerte el a bíró, hogy a lánynak fel kellett taszítania, ez egyszerűen érthetetlen. Menjünk tovább. A nő nem akart összeütközést, és igyekezett félreugrani, de nem elég gyorsan, és a lány megütötte. Oké? Hát ezt is látni kellett. Az ütéskor a nőnek még a földön volt a lába. És ezt látjuk a másik irányból is. Van egy másik kameraállás, innen is látjuk. Itt jön be a lány a képbe, és egyből üt. Igaz? Tehát még egyszer. Bejön és üt.
És a magyar nő megpróbál félrehúzódni. Tehát semmiféle agresszív szándék nem volt benne, igyekezett kitérni előlük, nem megakadályozni a futásukat. És akkor az ütés pillanatában a nő még, hát a, hogy védje magát az ütközéstől, felhúzta a lábát. Igen. Tehát fölemelte a nő a lábát, ezzel a jogos védelem határait nem lépte túl, oké? Okay? És arra figyeljünk fel, hogy abban a pillanatban, amikor az ütést kapta, hol volt a lába? Itt van a lenne a földön, a teste vonalában. És amikor fölemelte a lábát, a térde az értelemszerűen előrébb került, ugye amikor guggolunk, akkor is előrébb van a térd, de maga a lábfej az nem került előrébb. A lábfej továbbra is a test vonalában maradt. Tehát a nőnek a lába nem haladt előre. Oké? Okay? Csak egyszerűen fölemelte a lábát, hogy védje magát az ütközéstől. És éppen erre akartam rávilágítani, hogy a baloldali képen, amelyen pontosan hátulról nézzük a nőt, ott nem lehet megállapítani, hogy mozgott előre a láb, vagy nem mozgott. Hátul nézetből a vektort, azt nem lehet látni. Tehát, hogyha előre mutat ez a sebességvektor, hogy a nőnek a lába mozog, akkor azt hátulról nem lehet látni. Csak oldalnézetből kell lehet látni, hogy mozdult-e előre a láb. De azt láttuk, hogy nem. Megpróbálom itt lassítva végpörgetni. Itt látjuk a László Petrát oldalnézetben, a tumultusban. És ez az a pillanat, amikor találkozik a lányjal. És látható, hogy a nő összehúzza magát, és pánik helyzetben van. Tehát amikor egy nő összehúzza magát, és a tenyerét maga elé teszi védekezőleg, az egyfajta pánik helyzet. Hát itt olyan nőket kerestem ki, akik, ugye azt mondom, hogy scared woman hands, ezeket beadjuk a keresőbe, tehát hogy rémült nő kezekkel, akkor ezt kapjuk vissza. És pontosan ugyanebben a testhelyzetben volt a László Petra is. Összehúzta magát, és a tenyerét védekezőleg maga elé tette. Tehát ez történt, hogy az RTL-nek volt egy ilyen videója, és az első jelenet az volt, hogy a László Petra oldalnézetben volt látható pánikban. Utána ez a birkozás a rendőrrel, és akkor ez az optikai csalódást tartalmazó videó részlet. És akkor a németek azt csinálták, hogy hát valószínűleg ez az RTL futós levágta ezt a részt róla, és ezt a helyére tette ezt az Index videót. A maradékot pedig olyan minőségben tette közzé, hogy abból nem lehetett látni semmit. Hol van az? Itt van. Hát olyan minőségben tették közzé a képeket, hogy abból az égvilágon semmit nem lehetett látni. Tehát ezzel nyugodtan le lehetett járatni a magyar nőt. Tehát mondjuk ki őszintén, hogy a magyar nő ellen egy média támadás indult, és a magyar kormány meg a magyar politikusok nem védték meg. A szenzáció a hajhász nyugati média a legaljasabb módon használta fel lejáratásra az optikai csalódásokat. Menekültek megtámadásáról cikkeztek, miközben a magyar nő még a német törvények szerint is jogos védelemben volt. Volt itt hamisítás, hamis tanúzás, bizonyítékeltüntetés, gyűlöletbeszéd és uszítás is. A magyar pártok Brüsszel felé az ártatlan nő elítélése által bizonygatták a menekült szeretetüket, miközben a magyar nő sem a lányt, sem a gyerekes apát nem rúgta meg. A Stern az különösképpen kitűnt, mondjuk, hát ez csak egyike volt, azt mondja, ez a nő a gyűlölet és a kíméletlenség arca. Hát valóban gyűlölet volt ez? A nő hozzá sem ért. És azt is be tudjuk bizonyítani, hogy nem is próbálta meg, hogy hozzáérjen. Be tudjuk bizonyítani ezeken a képeken, hogy nem is próbálta meg, hiszen a lába az ellenkező irányban volt úton, de most, hogy ezek a HD képek előkerültek 2 év után, a nő oldalán a ráncokból szabad szemmel is látható, hogy melyik irányban volt úton a lába. Oké? Okay? Hát eddig, amíg nem voltak olyan jó képek, matematikailag eddig is lehetett bizonyítani, de most, hogy a HD képek előkerültek, most már szabad szemmel is látható ez. Ez az érdekes, hogy itt a motivációt vizsgálták, de magát a geometriát azt nem. Tehát a németek olyan mértékben beleszálltak ebbe a nőbe, hogy ezt nem valhatták be. És én feltételezem, hogy
Valahogy ki akartak hátrálni ebből az ügyből, mert ők is rájöttek, hogy nem gáncsolt el, de még mind a mai napig még mindig azt hirdetik, hogy a magyar nőt leterítette a migránst. Ezért ítélték el, ezért emeltek vádat, és hát a legegyszerűbb, ha kimondatják rá, hogy bűnös. És úgy látszik, hogy Magyarországon mindent meg lehet vásárolni. Az RTL Klub ettől a német fotóstól kapta a videót, amelyik itt a címlapon szemtanúként szerepel, és látjuk, hogy mennyire szemtanú. Hát a másik irányba nézett, és semmiképpen nem láthatta azt, amit elmesélt, hogy ő azt látta volna. Itt pedig a hamis szemtanú és a hamis migráns röhögnek a László Petrán. Az egyikből sztárfotográf lett a fake videó által, a másik a Real Madridhoz került, hát a magyar nő pedig halálos fenyegetéseket kapott. Na most mind a két jó madár itt fönt, mind a kettő a hazugságaival a magyar nőt életveszélyes helyzetbe hozta. Ugye 8 hónappal voltunk Charlie Hebdo után. Mind a kettőt, aki a magyar nőt életveszélybe hozta, futni hagyta a magyar ügyészség, ugyanakkor a magyar nőt, aki teljesen ártatlan a történetben, őt pedig jogerősen elítélték. Hát valami nem stimmel itt, igaz? Részletek nélkül csak annyit szeretnék mondani, hogy Magyarország csak akkor lehet erős, ha úgy megvan szervezve világméretekben, hogy ha bárhol a világ bármely sarkában rálépnek egy magyar lábára azért, mert magyar, akkor Budapesten egy vörös lámpának ki kell gyulladnia. Ha ezt elértük, akkor Magyarország erős ország.